Könyves vasárnap dr. Váradiné Péterfi Zsuzsanna történelmi előadásával kezdődött, később a változó életmódról hallhattak hasznos információkat a résztvevők Cuhorka Katától és Fatér Barnától, a Gyapai Életkert tulajdonosaitól, valamint az András pusztán élő László Katalintól. 17:30-kor fogjuk megtartani az egész héten tartó pályázataink eredményhirdetését. Volt egy eszéíró pályázatunk, egy totó a gyermekeknek, illetve a mai napra rajzversenyt is hirdettünk. Emellett egész délután ingyenes a beiratkozás régi és új tagjainknak egyaránt, illetve ma még utoljára élhetnek az amnestia lehetőségével, ez azt jelenti, hogy a késedelmes könyveket ma még a díj megfizetése nélkül hozhatják vissza hozzánk. A délutáni események között a leglátványosabb az ókori római család előadása volt. A Paksi Városi Múzeum munkatársai az informatív prezentáció mellett kosztümös jelenettel is gazdagították a programot. A fő téma a lánykérés, a jegyesség, az esküvő, valamint a lakodalom volt, melyek a sok motívum még ma is megtalálható. Majdnem úgy néz ki, mint mi nálunk, úgyhogy a legérdekesebb talán, amikor eljegyzéskor vasgyűrűt kap a mennyasszony, és ugye ez nálunk most már aranygyűrű. És a másik pedig az, hogy az esküvői szertartás maga a lányos háznál van, és akkor utána mennek át a férfi házához. És hát mindenképpen, ami most nekünk hiányzik, hogy minden mozdulatokkal az isteneknek ajánlják a jövendőjüket, a házukat és az életüket egyaránt. A könyves vasárnap méltó lezárása volt az egész heti programsorozatnak. A könyvtár igazgatója elmondta, a legnépszerűbb eseményünk a szombat délelőtti Holló Együttes reggélő című műsora volt, amelyel Vörös Sándor 100 éves születésére emlékeztek.